napjainkat, önök a Tolnafáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Bevásárlás szépkártyával megnőtt az élelmiszerüzletek bevétele az intézkedés bevezetése óta. Készül a költségvetés Bátaszéken, 208 millióból működik idén a közös hivatal. Egyre több a kullancs, súlyos betegségeket hordozhatnak a vérszívók. Februárban folytatódnak az oltási akciónapok, a házi orvosok hétvégén nem, hétköznapokon viszont továbbra is oltanak. Megnövekedett az élelmiszerboltok bevétele, amióta hideg élelmet is lehet vásárolni az üzletekben a Széchenyi pihenőkártyával. A drasztikusan emelkedő energiaárak nagy hatással vannak egész Európában az élelmiszerárakra is. Magyarország kormánya az élelmiszerár stoppal reagált erre, és február 1-től a kafetériaként kapott szépkártyával is el lehet intézni a bevásárlást. Már hideg élelmet is lehet venni Széchenyi pihenőkártyával. A kormány már 2021 áprilisában biztosította az alszámlák közötti átjárhatóságot, azaz bármelyik alszámláról lehet költeni többek között melegételre, egészségügyi vagy kulturális célokra is. Az idén február 1-én bevezetett intézkedéssel a családok további védelme volt a cél. Amellett, hogy ez ellen az élelmiszerástoppal védjük a magyar embereket, a kormány lehetővé tette azt is, hogy már hideg élelmiszer is vásárolható szépkártyával egészen május 31-ig. Mivel a szépkártya zsebek közötti átjárhatóságot már tavaly áprilisban lehetővé tette a kormány, így élelmiszert is bármely zsebből, tehát nem csak a vendéglátás, hanem a szálláshely és a szabadidő alszámláról is fizethetünk. Tehát azok a munkavállalók, akik rendelkeznek szépkártyával, azt már a napi élelmiszervásárláshoz is fel tudják használni. Az elmúlt évben jelentősen megnövekedett azon helyek száma, akik elfogadják ezt a fizetőeszközt, mostanra pedig több élelmiszerüzlettel és üzletlánccal is bővült a körük. Ebben a szekszárdi boltban is több vevő él ezzel a lehetőséggel. A vásárlók egyre gyakrabban választják ezt a fizetési módot, és mostanra már a kártyás vásárlások olyan 30-40%-a a szépkártyával történik. Szabó Zoltán, ennek a bonyhádi kisboltnak a tulajdonosa azt mondja, 3-5%-kal emelkedett meg a bevételük, mióta elfogadják a szépkártyát. Az össztapasztalatunk alapján elmondhatom, hogy a 18 év fölötti korosztály jelentős része szereti és használja a szépkártyát, és biztos vagyok benne, hogy egy magasabb forgalmat fog generálni az idén, és ezáltal segíti a mi munkánkat is, és a vevők megelégedésére szolgál ez az egész történet. Ezt a lehetőséget a szépkártya tulajdonosok még május 31-ig vehetik igénybe. 16.435 új koronavírus megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.616.846 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 105, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 41.741 főre emelkedett. 4588 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 168-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.369.000-en kaptak. Tolna megyében csütörtökön 406 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta 33.945-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet idején lejáró okmányok 2022. június 30-áig érvényesek, hívta fel a figyelmet a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára pénteken. Jelezte, több millió okmány érvényességét kell meghosszabbítani. György István elmondta, arra kérnek mindenkit, hogy ne várják meg az utolsó hónapokat, heteket, hanem mielőbb hosszabbítsák meg lejáró okmányaikat, így a személyi igazolványt, forgalmi és vezetői engedélyt, útlevelet, közgyógyellátási igazolványt vagy a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát is. Országszerte 310 kormányablakot lehet felkeresni időpontfoglalással vagy a helyszínen sorszámhúzással. $208 millió forintból működik az idei évben a bátaszéki közös önkormányzati hivatal, mondta Bozsolik Róbert polgármester. A három település közigazgatását szervező intézményben a dolgozók bére teszi ki a költségvetés jelentős hányadát. A szakemberek megtartása érdekében az önkormányzat egy 4 éve kidolgozott rendszer alapján bérkiegészítéssel segíti a közigazgatásban dolgozókat.
Kialakítás alatt van Bátaszékváros 2022 évi költségvetési rendelete, melyben jelentős részt foglal el a közös hivatal működésének biztosítása. Bátaszéken kívül további három település, Alsónyék, Alsónánai és Sárpilis közigazgatási és igazgatási feladatait látja el a hivatal, melynek költségvetése 208 millió forintot tesz ki az idei esztendőben. A tavalyi évhez képest bér tekintetében olyan változást hagytunk jóvá, hogy a garantált bérminimum emelkedéséből eredő, mint egy bruttó 40 ezer forintot a hivatal valamennyi köztisztviselője számára biztosítják majd az önkormányzatok. Ez összességében mint egy ilyen 150 millió forintos költséget fog jelenteni a 208-ból. Az állami támogatás mértéke az elmúlt évhez képest csökken, így minden önkormányzatnak mélyebben a zsebébe kellett nyúlnia a hivatal működés képességének fenntartása érdekében. Igaz ez azért is, mert a szakemberek irányt folyamatos a kereslet a munkaidőpiacon, éppen ezért az önkormányzat megpróbál versenyképes maradni a bérharcban. A közös hivatalban jelenleg 30-nál többen dolgoznak. Nagyjából 4 éve folytatunk egy folyamatos bérfejlesztési programot a hivatalon belül annak érdekében, hogy hát ha nem is teljes egészében versenyképesek legyünk, de felzárkozzunk a piac által nyújtott lehetőségekhez. És hát amellett, hogy helyben vagyunk, bizonyos kafetéria juttatásokat is tudunk biztosítani a kollégák számára, és a béreket egy kicsit tudtuk felzárkóztatni a piachoz. Ezzel a hármas hatással azt gondolom, hogy sikerült most már stabilizálnunk a hivatal munkaerőállományát. Az idei esztendőben a fejlesztési tervben az informatikai rendszer korszerűsítése szerepel, mondta Bozsonik Róbert. Egyéb modernizációt nem tervez az önkormányzat a hivatalban. 22 éve nyilvánították február 4-ét nemzetközi rákellenes világnappá. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, annak megelőzésére, diagnosztikájára és kezelésére, valamint a szervezetek, közösségek és egyének által a betegség globális hatásának csökkentésére tett kötelezettségvállalásra. A daganatos megbetegedés Magyarországon, Európában és a világon is a második leggyakoribb halálozási oknak számít. Hazánkban évente 78 ezer ember diagnosztizálnak valamilyen rákkal, és egy esztendőben 32 ezeren halnak meg a daganatos betegségben. A szakértők szerint, ha mindenki rendszeresen járna szűrővizsgálatra, jelentős mértékben csökkenhetne az a szám. Bár még tél van, mégis egyre több a kullancs, ezért elővigyázatosságra figyelmeztetnek a szakemberek. A bőrgyógyász azt mondja, még mindig sokan vannak, akik nem tudják, mit kell tenni, ha vérszívót találnak magukban. A kullancsok jelenléte általában ősztől tavaszig a legjellemzőbb. Azonban télen sem szabad megfeledkezni a vérszívókról, ilyenkor is előfordulhat, hogy talál magán egyet az ember. Dr. Ligeti Judit bőrgyógyász azt mondja, a legfontosabb, hogy amint észrevesszük, azonnal el kell távolítani, mégpedig olyan módon, hogy a potrohot ne nyomjuk meg. Erre alkalmas a kullancskanál, de elegendő akár egy cérna is. Mindenki ilyenkor attól fél, hogy beszakad a kullancsfeje nem szokott beszakadni, de a szívókája igen, de abból nincs semmi baj, az már nem fertőz és nem köpköd. Kullancsal az a probléma, hogy fertőz, gyakorlatilag minden kullancsot fertőzöttnek kell számítani, a leggyakoribb a Lyme-kór. A kevésbé gyakori, de ismert az agyvelőagyhártya gyulladás, amit vírus okoz. A vírus ellen van oltás, a Lyme-kór ellen nincs oltás. Ha 3,5-4 órán belül eltávolítjuk a kullancsot, nem fertőz, mondja a szakember. Azonban miután kiszedték, az elkövetkező napokban figyelni kell a vérszívó helyét. Amennyiben az eltávolítást követő 2 hétben megjelenik egy több mint 5 cm-es bőrtünet, az már a Lyme-kór jele. Hogyha a piros kör 5 centinél nagyobb és növekszik, van, hogy több gyűrű van egymásban, van, hogy egész halvány rózsaszín, van, hogy sötét bordó, tehát minden szín előfordul, akkor orvoshoz kell belemenni. Nem szabad otthon antibiotikumot bekapkodni rá, mert elmúlik a piros folt, de a betegség megy tovább. Tehát megfelelő ideig kell szedni az antibiotikumot, és az orvos tudja megmondani, hogy mennyi ideig és melyiket kell szedni. A kullancs fénykerülő legtöbbször hajlatokba a fül mögé fúrja be magát. Tévhit, hogy a vérszívóval csak az erdőkben találkozhat az ember, ugyanis leggyakrabban a városi parkokban, vagy akár otthon a kertben is jelen vannak.
Minden eddiginél magasabbra, a 8,1%-ra emelkedett februártól a baba kötvény kamata, írta Varga Mihály pénzügyminiszter a hivatalos Facebook oldalán csütörtökön. A babakötvény egyre népszerűbb, a családok már 273 ezer gyermeknek gyűjtöttek ilyen megtakarítást, amelynek összértéke meghaladja a 153 milliárd forintot. Tavaly harmadával több babakötvényt vásároltak a szülők, mint egy évvel korábban. A Magyar Államkincstár februárban az éves kamatot 8 sorozat után kifizette, ennek összege meghaladta a 3 milliárd forintot. Varga Mihály szerint azért előnyös a babakötvény, mert adó, járulék és illetékmentes, nincs számlavezetési díja. Hozzátette, januártól a kormány megduplázta a befizetések után járó állami támogatást, 6000 forintról 12000 forintra emelte. A babakötvény kamata a mindenkori inflációnál 3%-kal magasabb, így már havi néhány ezer forintos befizetéssel több millió forint gyűlhet össze a fiatal 18 éves korára. Februárban folytatódnak az oltási akciónapok, melyre az ismétlő oltásra jelentkezőket és az oltatlanokat is várják. A jelenlegi rendelet szerint a házi orvosoknak hétvégén nem kell, hétköznapokon viszont továbbra is oltanak. A Paksi Gyógyászati Központban kialakított oltópont, ahova az ország bármely részéről érkezhetnek oltakozni vágyók, leterheltségének csökkentése érdekében kérik a lakosságot, hogy ha tehetik, a házi orvosoknál vegyék fel a vakcinát. A januárban meghirdetett oltási akciónapokon Pakson a gyógyászati központban 1157 főt oltottak be, ebből valamivel több mint 100 fő 18 év alatti gyermek volt. Ötféle vakcinával oltottak, a Sputnikon kívül mindegyik vakcina rendelkezésükre állt. Erről dr. Bodnár Imre főigazgató számolt be sajtótájékoztatón, ahol bejelentették, hogy februárban Pakson is folytatódik az oltási akció. Februári hónapban is. Csütörtökön, pénteken és szombaton kerül sor ezekre az oltási akciónapokra, és hát ide várjuk azokat, akik még oltatlanok, azokat is, akik 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. Pakson összesen 9 oltópont van a gyógyászati központon kívül. A házi orvosok hétközben oltanak a rendelőjükben, a jelenlegi rendelet szerint nekik hétvégén nem kell oltaniuk. Ennyi változás történt a januári oltási akciónapokhoz képest. Hétvégén a Paksi Gyógyászati Központban kialakított oltóponton lehet oltakozni, ahova az ország bármely részéről érkezhet oltásra a lakosság. Érdemes fölvenni a harmadik, illetve a negyedik oltást is. A negyedik oltást elsősorban a rizikósabb korcsoportoknak, illetve betegségcsoportoknak ajánljuk, de aki régen volt a harmadikkal oltva, ott is érdemes még, hiszen nem zajlott le még a koronavírus ötödik hulláma. Reméljük, hogy most már a csúcsponton hamarosan túljutunk, de nagyon nagy a megbetegedési arány. A Paksi Gyógyászati Központban kialakított oltópont leterheltségének csökkentése érdekében kérik a lakosságot, hogy a házi orvosoknál vegyék fel az oltást. Pakson a gyógyfürdő épületében, a bőrgyógyászati szakrendelő helyiségében kialakított oltóponton fogadják továbbra is az oltakozni vágyókat. A NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai február 7 és 18-a között kiemelten ellenőrzik a megye virág- és ajándéküzleteit. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzésekre többek között Dunaföldváron, Bonyhádon, Szekszárdon, Pakson, Tolnán és Tamásiban, illetve Dombóváron kell számítani. Regionális híreink következnek. Felvételi tájékoztató színpadi programok második alkalommal rendezték meg a Kultúrfesztet a Pécsi Egyetemen. Földgáz és rezsiválság Európában, kerekasztal beszélgetés az MCC Pécsi Képzési Központjában. 25 év után lett újra zsidó kántor Pécsen, Hengyl Péter tett sikeres államvizsgát. Irány a PTE Kultúrfest, ezzel az elnevezéssel rendezték meg második alkalommal a Pécsi Egyetem felvételi tájékoztató program sorozatát.
Február 3-án az orvoskar épületébe várták az érdeklődőket, de 3 napon át online eseményeken is részt vehettek a fiatalok. Az élő napon pedig nem csak a felsőoktatási intézmény karaival ismerkedhettek meg a résztvevők, hiszen zenés, táncos produkciókkal is készültek a szervezők, de az egyetem nyújtotta szolgáltatásokról is kaphattak információt a jelenlévők. Többek között táncos produkciót is láthattak azok, akik ellátogattak a Pécsi Egyetem orvostudományi karára. Itt rendezték meg ugyanis 2. alkalommal az Iránya PTE Kultúrfest elnevezésű programsorozatot. A zenés táncos előadások mellett pedig egyúttal a felsőoktatási intézmény szakirányaival is megismerkedhettek a jelenlévők. Érdekelt, hogy milyen Pécs, mert ugye ide szeretnénk majd jelentkezni, ide is. És téged melyik szak érdekel a legjobban? Engem a pszichológia érdekel, meg úgy meg akartam nézni Pécs városát, meg az egyetemet is, és gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség lenne erre. És neked melyik szak tetszik most a legjobban? Nekem a gyógytornász, és ugyanúgy, amit a lányok mondtak, ugyanazért mentem én is. A programot egyébként 3 napos online előadás és beszélgetés sorozat előzte meg. A szervezők célja, hogy ne csak egy-egy kar nyílt napjára látogassanak el a felvételi előtállók, és a PTE egyéb szolgáltatásait is megismerjék. Azt a sokszínűséget, azt a széles oktatási spektrumot be tudjuk mutatni, a több mint 300 képzést a 10 karunkon, de azt is lehetővé tesszük, hogy legalább egy napra mindenki egy kicsit már egyetemistának érezheti magát. Azok a tánccsoportok, zenekarok vannak itt, azok a szolgáltások, kollégiumoktól ösztöndíj, akik mindenféle lehetőségről tudnak tájékozódni, amik majd egyetemistaként várják őket. A látogatók a standoknál akár saját maguk is kipróbálhattak néhány eszközt, betekintést nyerhettek az orvoskar épület együttesébe, de a színpadi programokat is figyelemmel követhették. Nem fogadta el a pénzbüntetést, ezért a bíróságon folytatódik Jancsula Dezső ügye február 9-én. Az országos botrányt kavart eset miatt még szimpátia tüntetést is szerveztek a pécsi tanárért, Dezső bácsiért. A pedagógus renitens fiatalokkal került nézeteltérésbe, mikor megpróbálta a dohányzó fiúkat az iskola területéről elküldeni. Az egyiküket táskájánál fogva visszatartotta, hogy felelősségre vonhassák. Tettével azonban a személyes szabadság megsértésének büntettét követte el az ügyészség szerint, ezért pénzbüntetésre ítélték. Az egy életem egy nagy élménye, hogy ezt megélhettem, hogy ilyen békés demonstráción deklarálták engem személyesen nem ismerő emberek is, hogy ezzel az ítélettel ők nem tudnak mit kezdeni. Mennyire érte Magyarországot, illetve az Európai Uniót váratlanul az energiaválság, kik a felelősek ezért, milyen tanulság vonható le mindebből? Ezekre a kérdésekre igyekeztek válaszolni a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központjában rendezett kerekasztal beszélgetés szakemberei. A fiatalok tehetséggondozásával foglalkozó alapítvány szakmai rendezvényei februárban is számos érdekes témával várják az érdeklődőket. Az Európai Unió országait jóval váratlanabbul érte az energiaválság, mint Magyarországot, mondta Kis Rajmund, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhely vezetője. Jogász-közgazdász végzettségű szakértőként nemzetközi diplomata volt Távol-Keleten és Európában is. A gazdasági diplomácia kiváló ismerője. A Magyarország 2010 óta folyamatosan az állami szektor növelte a gáztárolási kapacitását is, illetve egy közös tisztelet alapuló külpolitikát, külgazdasági politikát folytattunk a legnagyobb exportőrrel, Oroszországgal. Ráadásul ugye 2020. szeptember 27-én sikerült aláírni egy olyan szerződést a Gazprommal, ami 2035-ig biztosítja Magyarországnak a gáz ellátást, a földgáz ellátását. A fiatalok tehetséggondozásával foglalkozó alapítvány szakmai rendezvényei februárban is számos érdekes témával várják a pécsi közönséget, az érdeklődőket. A tavaszi szemeszter idején igyekeznek mindig felpörgetni rendezvényeiket a Pécsi Képzési Központ szervezői vezetője. Széles tapasztalattal rendelkező szakmai gárdát hívnak el programjaikra. Február hónapban még készülünk egy ifjúságkutatást bemutató új könyvünkkel, Székely Levente vezetésével. Február 16-án elhívjuk Fanándort,
aki szerintem mondhatom, hogy a nemzet egyik büszkesége, a sportteljesítményét illetően. Erről fog velünk megosztani majd különféle gondolatokat és tapasztalatokat. Szó lesz még a közösségi médiáról egy amerikai kutatóval. Érkezik egy tókiói nagykövetés Palanovics Norbert személyében, valamint Demko Attila biztonságpolitikai szakértő is előadást tart az MCC-ben Pécsen. A pécsi zsidó hitközség eddigi előimádkozója Hendl Péter sikeres államvizsgát tett az országos rabbi képző zsidó egyetem kántorszakán, így Pécsnek 25 év után újra van saját kántora. Nemzedékek hiányoznak ezekből a padsorokból, fogalmazott Schönberger András pécsi főrabbi 2019 nyarán a zsinagóga felavatásának 150. évfordulóján tartott ünnepségen. Az 1800-as évek közepéig nem lakhattak a zsidó családok bent a városban, de aztán több pártfogónak köszönhetően 1944-ig sikeres közösség élt Pécset. A holokauszt sajnos a vidéki közösségeket nagyon megritkította, itt is 10% az, akit nem gyilkoltak meg, hanem haza tudott jönni. Ez akkor egy ilyen 400-500 főt jelentett a háború után, és hát azt követően pedig elkezdett mint mindenhol a vidéki közösség fogyni, úgyhogy hát egy erejében eléggé meggyengült közösségünk van. Az utóbbi évtizedekben a többi vidéki közösséghez hasonlóan kántora nem, csak előimádkozója volt a pécsi hitközségnek. Ezt a feladatot az elmúlt években Heindl Péter látta el, aki aztán kántor tanulmányokba kezdett, és a közelmúltban sikeres államvizsgát tett. A zsidó istentiszteleten egészen más szerepe van a kántornak, mint a keresztény hagyományban. Az orgonista az általában nem a kántor volt, hanem valakit, keresztényt, aki vagy családtag volt, vagy ismerős, vagy egyszerűen csak egy a közösségben jóban lévő és egyébként zenét ismerő személy, akár férfi, akár nő, ő ült a zongora mellé. Tehát a kántor az mindig az előimádkozás, tehát a dallammal való imádkozás volt a kántornak jellemzően a feladata, egészen a legutóbbi időpig, kevésbé a zene kíséret. A pécsi zsinagóga hármas tagolású belső tere az eredeti állapotát őrzi, és a felújítások során törekednek is e műemléki értékek védelmére, de ráférne az épületre a felújítás folytatása. Az egyre fogyó közösség az utóbbi években a szomszédos imaházban tartja istentiszteleteit, ünnepeit. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Bevásárlás szépkártyával megnőtt az élelmiszerüzletek bevétele az intézkedés bevezetése óta. Készül a költségvetés Bátaszéken, 208 millióból működik idén a közös hivatal. Egyre több a kullancs, súlyos betegségeket hordozhatnak a vérszívók. Februárban folytatódnak az oltási akciónapok, a házi orvosok hétvégén nem, hétköznapokon viszont továbbra is oltanak. Szombaton már a reggeli óráktól erősödő északnyugati szél fog fújni, délután már csökken a felhőzet, tartósabban kisüt a nap, és a szél is kezd mérséklődni. Éjjel tovább gyengülő légmozgás és felhőségbolt várható. Vasárnap egy meleg front okoz borongós időt, és sokfelé élénk, olykor erősebb délnyugati szél lesz, csapadék nem jellemző. Hétfőn hideg front hatására fúj majd sokfelé viharos északnyugati szél, a legerősebb széllökések elérhetik a 90 km/h, szorványosan esőkre, záporokra van kilátás. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!